Hát szép jó estét, vagy jó napot kívánok mindenkinek. Újra itt van az Overbetz Kedri. Szép napot kívánok, szervusz, drága pici chat, üdvözlök mindenkit egyesével, személyesen a szemedben. Ez itt a Popu Playtel chatöm 3. streamje lesz. Hát tegnap sajnos kevés időm volt streamen, ezért nem tudtam végigvinni a chatöt, de nagy valószínűséggel, hogyha a szimatom nem csal, vagy a megérzésem, vagy hogy szokták ezt mondani, akkor ebben a live-ban már szerintem végig fogjuk vinni ezt a chapter 3-at. Meglátjuk, hogy mi lesz, én nagyon kíváncsi vagyok a végére, úgymond. Én még egyszer meg szeretnék kérni mindenkit arra esetleg, te már tudod, hogy mi a chapter vége, mert mondjuk megnézted mástól, vagy ilyesmi, semmi baj nincs vele, viszont tiszteljük meg azokat, akik még nem tudják, hogy mi a játék vége, vagyis hát úgymond a chapter 3-nak a vége, mert nem hiszem, hogy a játéknak ez lenne a vége. Szóval előre is nagyon szépen köszönöm, hogyha megtisztelsz bennünket. Ez az egyetlen egy szabály van, jó? A többit meg a moderátorok majd intézik. Úgyhogy én Pecs vagyok. És hol is hagytam abba? Tegnap egy nagyon érdekes új ellenféllel találkoztam a játékot illetőleg. Hát a Mrs. Delight, nem tudom, visszanéztétek a tegnapi élőadást, hogyha esetleg egyik részt sem láttad még a Poppy Playtime Chapter 3-ból, akkor tegnapi és a tegnap előttit azt már nyugodtan vissza is nézheted, úgyhogy rányomok arra, hogy folytatás, és hát én remélem, hogy azért onnan fogom kezdeni, ahol abba hagytam a streamet. Vagy hát nagyon-nagyon remélem. Ó, ne. Vagy jó? Ne, most megint meg kell ezt csinálnom ezt a részt. Oh my god, megint meg kell csinálnom ezt a részt. Jó a felsőm? Köszönöm szépen, ez egy régi felső, de szeretem. Pedig a fehér amúgy nekem nem áll jó. Most egy kicsit összefogtam a hajamat, mert nem tudom, most így van kedvem. Szóval, hogy szerintem a fehér nekem nem áll jól, de azért írd meg a komment szekcióba, hogyha szerinted jól áll, és köszönöm szépen. Hát üdvözlök mindenkit itt, kedves csatornatagokat, nem csatornatagokat, mindenkit. Örülök, hogy megint engem választottatok, hogy ezt a játékot együtt nézzük, vagy vigyük végig. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek a kedves figyelmét, és ez nagyon jól esik. És köszönöm szépen már a tagságokat is, elnézést, hogy erre nem figyeltem. Janika Gaming, nagyon szépen köszönöm. Janika Gaming Hungary, nem mindegy. Nagyon szépen köszönöm a tagságot. Cynthia, köszönöm szépen a 400 forintot. Szia Peti, jó játékot. Jászmin Szarka, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked is a tagságot. Köszönöm szépen Janika Gaming Hungary-nek a 200 forintot, és Törpe pedig a 4 hónapot. Szóval... Nagy valószínűséggel már vége lesz ennek a chapternek ebben az élőadásban, szerintem most azért kicsit több időm van most streamálni, szóval szerintem, ha nem lesznek nehéz részek, vagy nem leszek nagyon béna, akkor szerintem ebben az élőadásban azért már végig fogom vinni. Én tegnap ezen már átjutottam egyébként, csak mondom, hogy én tegnap ezen átjutottam, és hogy is volt, várjál egy kicsit, hogy... Ez nem igazság, én ezt tegnap megcsináltam egyébként. De annyira nem bonyi egyébként, ha minden igaz, akkor nem túl bonyeszkó a dolog. Még a többit még meg kell nézni, be kell állítani. Úgyhogy egy kicsit azért beszéljek arról, hogy aki esetleg nem látta, vagy nem tud semmit még erről a Chapter 3-ról, akkor hogy mondjam el neki, drága chat, hogy szerintem, és én nem fog túlozni nektek, de szerintem ez a Chapter 3 eddig a legjobb. És tényleg, nekem nagyon-nagyon tetszik, valaki azt írja, hogy hát igazából semmi újdonságot és semmi plusz nem adtak bele a játékba, csak ezekkel a, ahogy tegnap is mondtam, hogy ezekkel a pont az ilyesmi puzzle-ökkel próbálják húzni a játékidőt, és közben meg egyébként egy dekával sem hosszabb, hogyha már így kívülről vágott, hogy mit hogyan kell csinálni, akkor ugyanolyan rövid, mint a Chapter 2. Én ezt nem merném így kijelenteni ilyen formában. Szerintem azért sok minden változott. És nem tudom, látszik ez a grafikán is egyébként, látszik mindenen. Na most kiderül, hogy jól állítottam be, de hát tökéletes. Ne, anyád, de hülye vagyok! Basszus! Áj, de hülye vagyok! Ez bolond. Szóval, hogy azért látszik a grafikán az is, hogy azra is odafigyelt. Igen, még megvan a mexikói körszakállam, de ma már tényleg leborotva, mert nem. Most őszintén csak nekem jól áll lesz? Hát úgy nézzek ki, mint egy menekült. Ja, hogy most nekem ezt le kéne állítani, mert addig fennmarad a lift. Jó van, oké. Szóval, hogy szerintem grafikailag is sokat változott a játék. A történet nekem egyre jobban tetszik. Én nem tudom, hogy vagytok vele. Nekem a történet is tetszik. És akkor most, ha minden igaz, akkor már jó lesz.
Tetszenek az új karakterek is, iszonyatosan, tehát nekem Katnap is nagyon tetszik. Tetszett ez a Miss Delight is egyébként, ez a tanárnő, és még elméletileg lesznek még, akikkel nem találkoztam, de tehát ebben az élőadásban már úgyis mindenki fog derülni. Kis Tacsi, köszönöm szépen a 400 forintot, jó gémet, köszönöm szépen. Szalmási Csaba 2, köszönöm szépen, neked is. Jó, szépen köszönöm, és már van ilyen három fajta kezem, ezzel így lövöldözni tudok, vagy nem is az, hogy lőni, hanem inkább így fény, hát így egy kis fényt csinál, lehet, hogy majd valamik ellenfelet ezzel kell majd visszatartani. Úgyhogy, ja, valahol tegnap itt hagytam abba, mert sajnos nem volt időm több tovább streamelni, de most befejezzük természetesen. És most nincs ott az, aki ott állt a múltkor. Ja, múltkor ott állt valaki egyik, mint hogyha Haji lett volna, és az a baj, hogy ezt most vissza tudtam volna nézni, tesó, és nem figyeltem oda? Ó, hát mindegy igazából, semmi gond. Jó, ez a szemüveg. Hát köszönöm szépen, 1500 forint volt. Furry Animation, köszönöm szépen a 3 hónapos tagságot. Ez kedves. Jól áll így a hajat, Pegy? Köszönöm szépen. Hát jó hosszú, én szeretem így hordani. Én szeretem a hosszú hajamat, nekem ez semmilyen problémám nincsen, valami emósnak tartanak emiatt, meg ilyen hülyeségek, hogy 2008-ban ragadtam, de én úgy gondolom, hogy akinek hosszú haja van férfi létére, az nem biztos, hogy attól még 2008-ban maradt. Authorized access only! Na, és akkor elméletileg itt lesz egy töltés, ugye? Tegnap itt hagytuk abba, egy töltés lesz itt. Igen. Ez ilyenkor úgymond tölt a játék. Gondolom a következő játék szakasz tölt ilyenkor be. Közben nyitok egy jó kis tuti Rambó teát. Köszönöm szépen Jánosi Gergő, JJ Rambó. Rambó Gergő. Én nem tudom, hogy miért rambózom a Gergőt, most már Rambó, meg Daddy. Mehet. Na azt, hogy a Playhouse, és akkor most még a Playhouse-ba, ugye, mert ugye a föld alatt mentem úgy végig, ugye a mappon, de igazából jártam a izébe is, nem? Vagy még nem is voltam úgy tényleg, aha. A mindegy, az most én a kábelért jövök, nem? Mi a pöcs ez? Takarodj már innen! Jézusom! Még ideig elhozhattam volna, hogy lementse a játék, akkor most innen kezdtem volna, de mindegy. Hallod, megtámadott engem egy plüss. Hát mi volt az? Jó, nem szeretném, és ez a Bobby Bearhug támadt meg engem az előbb. Gondolom kaptam volna a jumpscare-t, hogy közel engedem magamhoz, még jó, hogy lelőttem. Jézus, most már ezekre is oda kell akkor figyelnem. Ajaj, megőrülök, érted? Nem szeretném, ha megőrülöm. Ajaj, figyeld, megint készülj fel, hogy megint ilyen hang lesz a végén, majd figyeld. Szia MC Jani, szia Pegy, hogy vagy, megy a Gameszkó? Természetesen, nagyon szépen köszönöm, kis Tacsi a Tier 3-at, de jó, gyere fel Discordra. Fika, nagyon szépen köszönöm a 200 forintot, csak... Az a név, kösz szépen bro. És figyelj, most jön a sikítás, figyelj. Nem, most nem, csak nagyon meg volt ijedve, hogy elhagyom, vagy mit mondott? Aha, figyelj, itt a lejátszó, akkor valahol van egy kazetta. Akkor valahol van egy kazi, bro. Valahol van egy kazi itt a sötétbe, tuti amúgy. Na várj, itt most azt meg akarom keresni. Csak amúgy vigyázni kéne, hogy ne lövöldözzem el itt ezeket a dolgokat, mert úgy látszik, hogy most itt... Nekem erre majd oda kell figyelni. Már megint olyan hely lesz a kazetta, amit én amúgy a múltkor is elmentem mellette. Na jó, menjünk tovább, ne foglalkozzunk ezzel a dologgal. Ő van fülcimpája, köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm, kedves fülcimpám. Hogy tudod küldeni 200 forintot a fülcimpám? Hogy? Ó, bro. Nem lehet kinyitni ezt az ajtót. De már ott fogom hagyni a kazettát. Hal... Mi a franc ez? Ó, megtaláltam, engem nem szivatsz meg, Gameszkó. For Animation, köszönöm szépen a 400 forintot, szia Pet, jó játékot imádok, nagyon szépen köszönöm, nagyon kedves vagy, köszi szépen. Oh, Jesus, look at that. Okay, this is... Catnap. Experiment number 1188. What's his real name again? Ah, okay. Hey, Theo, how you doing, bud? Normally I'd have Dr. Sawyer do this, but he's, out, let's say. So you got me until they find his replacement. First off, congrats. This is officially your 4th year in your new body. And you've made some real progress, pal. I was told that when you and the other smiling critters, you know, Dog Day, Picky Piggy, yada yada yada, were added into play care, that you weren't really getting along too well with the kids like everybody else was. But look at you now. The kids love you.
And that red smoke, I mean, that's fantastic, isn't it? Is his, voice thingy still broken? Theo, nobody's gonna save you. This prison is where you belong. Bro. We'll let you out here and there to go see the kids in daycare, but your home is here. And as for the prototype, his home is in the lab. This is your life now. Get used to it. Az igen. Az azért durván hangzik. A catnap az magyarul mit jelent? Ilyen cica szunya? Esetleg? Mert a nap az egy kicsit ledőlök, szunyókálok egy kicsit, vagy valami ilyesmit jelent angolul. Hát a cat meg értelemszerűen macska. Akkor cica szunya? Az szerintetek milyen? Magyar megnevezés. Cica szunya. Vagy cica pihi, vagy nem tudom. Valami ilyesmi lehet egyébként. Szerintem legalábbis. Köszönöm szépen Vivian a 2000 forintot. Szia Peti, jó játékot, hogy vagy. Nagyon szépen köszönöm Vivi, jól vagyok. Most már nagyon érdekel ennek a chapter 3-nak a vége. Most merre menjek? Na most sötét van itt. Most az a baj, nem tudom, hogy anyádat megint jön. Pro, hát ez nagyon para amúgy. Jesus. Tik még egy. Ez egy catnap figura. Jó, de várjatok már, nyugi van. De várjál már, mi lenne, ha begyújtanám ott azt a tábortüzet, azt akkor meg van oldva, nem? Jesus, hát... Tábortűz! Ezek megesznek engem, megint jön egy. Jó, nem érek ide, bemegyek, megnézem, hogy be se lehet. Be akartam ide jönni, azért időztem ennyit. Azt hittem, hogy oda be lehet menni. Biu, köszönöm szépen a 600 forintot. Menj haza! Menj haza innen, hagyjál békén! Nem mondod, hogy nekem arra kell menni, én nem arra megyek. Dere! Takarodjatok innen! Takarodj el! Oh, Jesus! Nem lesz történjem, nem jó, az nem jó, az gatya. Jó, ugrok, nem érek el, cső. Cső. Oh my god, cső. Oh my god, megjön. Beszarok. Be fogok szarni. Azt most merre menjek? Tesó, nem jó. Jó, ide lökök egy ilyet. Nagyon szar helyre jöttem. A lehető legszarabb helyre jöttem. Ez gatya. Húzzatok innen haza? Menjetek innen hazafele. Merre kell mennem? Erre? Eskü, nem tudom. Aha, vagy nem? Ne. No. Te várj, most mi? Eltévedtem! Nem, erről jöttem. Retek szar. Bocsánat, a csúnya beszédet, csak elrontottam. Oké, ne. Jó Istenem! Húzzatok innen haza. Mi nem lehet kinyitni? Várj, erre esetleg? Nope. Jó, ajtó nem nyílik. Akkor erre kell mennem, mert ők vannak, de... Oh God. Félek. Ott is van egy... Erre? Jézusom, mi van itt? Úristen! Jó, kicsit eltévedtem, megmondom őszintén. Jó, szerintem jó felé mentem, ott benn kell valahol menni. Csak nehogy szembe találkozzak itt ezekkel. Az lesz a vége. Jó, erre megyek. Óvatosan! Óvatosan, erre. Ez az le. Whee! Nice. Jó. Oda le, vagy merre? Szerintetek. Teretek sötét van, hát nem jó. Mad hun, köszönöm szépen. Whee! Jó, saving. Addig jó. De valaki megint jön.
Valami megint jön. Oh God! Hú, de beszal... Hú, hú, hallod, reflex, tesó. Ott jön, nézd meg. Ott jön a bumbert, brumbrubru. Anyád, mennyi jön? Hagyjatok már, hát nincs ennyi töltényem. Ezek állatok. Szó szerint. Anyád, itt is jön egy! Anyátok! Anyátok! Húzzatok már innen a vérbe! Pöcs! Ó! Oh. Basszus, nem működik! Elveszem a szemüveget, hogy szemtől szemben nézek, hát nem látok normálisan, tesó. Isten, mennyi dög jön! Itt fog megdögleni. Húzz innen! Jó, nagyon vigyáznom kell a töltére, bro, mert... Jó, meg kellene találnom azt a kettő... izét. Jól értem? Jézusom, ott ugrálnak! Az mit csinál? Húzz innen! Te is? Menjetek már innen! Nekem valahogy az a két kábelt kéne megtalálnom, ugye? Az problémás, hogyha elfogyik a töltényem, óvatosan kell lövöldözzek. Na várjatok, mert ezek nem hagynak engem békén, ez az féljél! Ne! Dögölj meg! Jézusom, beszorult! Jézusom, bug, 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 tesó! Bug, tesó, bug, bug! Ne, oda, ne, félek tőlük! Félek ezektől a plüssök! Ah, jó, Jesus Christ! Ah, oh my God! Ah, nem nevetséges, nem tetszik, nem tetszik. De várjál, már ugyanott vagyok. Bro, itt? Aha, aha! Az megvan! Megvan! Anyád ugrik fel! Basszus! És elkapott az egyik! Hallod? Catnap is coming, hát jöjjön nyugodtan, várom sok szeretettel. Bruhú! Aj, de idegesítőek ezek. Na jó, szóval van ez a két kábel, nekem azokat kellene úgymond megnyom, de jól láttam, hogyha ráugornak, akkor visszanyomul. Na jó, akkor én már most rásprintelek erre a dologra. De szerintem ez egyszerűbb, mint gondolnám, csak hát ugye eltévedsz itt. Pedig ez talán egyszerűbbnek tűnik, mint azt gondolná az ember. De jó van, most már tudom, hogy... Picsába húz. Bocsánat a csúnya beszéd, de csak néha tudod, kijön az emberből a Schlackenstax. Jó, húzunk innen. De ki kapcsolta vissza? Na takar... De s megnyomtam és semmi nem történik? Vagy rálép valaki, akkor izé elromlik? Oh my God! Na jó, még egy próba. Meg ezek tök sokan jönnek egyébként. Tehát nagyon sokan vannak. De megoldjuk természetesen. Nincsen valami rövidebb út egyébként? Itt a sötétben csak én megyek itt ilyen nagy kört. És nem azért, de... De én azt hittem, hogy annyira egyszerű, tudod, hogy csak így leugrok és... Húz... Nem, oh my God! Húzzatok innen. Ide kell leugrani? Én már nem is tudom. De ezek fel is másznak! Sötétek! Mi a nem jó? Leállok róla, akkor annyi? Igen, most maradjon így, nem? Nem jó. De szerintem meg úgy marad, ezt nem értem. Mertek mi van, he? Ez nekem nagyon bonyolultnak tűnik. De én ezt azért nem értem. Ó!
De én ezt nem értem, ezt a kábelt. Tehát ráugrok, bekékül, aztán meg visszafeketedik. Az előbb meg úgy maradt. Ezt érti valaki, chat? Vagy ez most, ez mi? Jó, minden nem foglalkozom. De most, hogyha nem kék, akkor értelemszerűen nem aktív, nem? Na jó, minden nem foglalkozok vele, megkeresem a másikat is, mert most az egyiket megtaláltam, az tök jó. De gondolom mind a két irányba el kell mennem ahhoz, hogy... Hát igen. Tehát most én nem értem ezt a kábelt amúgy. Amúgy ezek a plüssök amúgy nagyon állatul néznek ki. Szóval a másik az valahol itt lesz akkor. Ja hát ez egy az egybe ugyanaz a hely. Itt lemegyek és annyi? Hogy hol a másik kábel? Tehát itt vagyok kint az elején. Nem mondod, hogy itt is elég lett volna így körbe menni. Takarodj innen. Takarodj innen. Ez eddig tök jó. Figyelj, úgy hagyom. Most inkább nem is piszkálom. De megint nem kék. Én ezt nem értem. Ezt érti valaki egyébként? Menjetek már innen a francba! Beszarok. Jó, hát akkor feladom, nem tudom. Megint megesz valamelyik? Megesztek! Megesztek, akkor a másik értelemszerűen a másik irányba van! Azt, az megvan? Aha. A másik meg itt van, aha. Amíg azt mondanám, hogy rá kell raknom egy izét. Ezt nem, meg se lehet fogni. Ez mit? Pedig ez mekkora ötlet lenne, hogy rajta marad az egyiken a cucc. Nem ezt kell csinálni? Vagy váltanom kell egy másik kezet? Nem mondod, hogy ezt így izé... Ne! Ne! Ja? Oké. Nem, hát nem fogja meg. Ne, vásd, vásd, vásd! Ez most úgy maradt. Menjünk át gyorsan a másikra. Hát ha. Ez nem marad úgy, mert ez segg. Ja, mert teljesen le kellett nyomnom. Ja, mert nem maradtam rajta időben. Most működik? Mind a kettő? Nem tudom. Szerintem nem amú. Jaj, nem maradtam rajta időben, ugye chat? Az volt a probléma. De az nem működik. Töcsém. Maradj már úgy. Hallom mászkálni őket, de nem tudom, hogy hol vannak. Megint nem működik az az oldal, az miért nem jó? Én nem értem, csak most már tényleg, várjatok egy pillanatra. Hát ez... Ki vagyok égve? Most hol vagyok, ja? De miért nem működik ez? Veled mi van? Jó, hát engem ez nem szab... Tehát most elvileg a... Szerintem bebugoltak amúgy az állatok. Ezt nem értem. Te ezt érted? És akkor annyi időm van, hogy megnyomjam innen a gombot, de hát azt nem lehet kézzel megnyomni, ugye chat? Rá kell tolni a kockát, nézd a csetet. Ja, oké, bocsánat, itt vagyok. Hol a kocka? Ja, azt ott! De hülye vagyok, úristen, hát miért nem gondolkodok? Oh my god. Chat, sorry. De ki volt fagyva a csete? Azt hittem, nem ír senki. Hallod, mondom, mi van a csettel? Mondom, jó, egy-két izét láttam, tudod? Moderátort, hozzászólást, mondom. Biztos nézitek a live-ot, nem írtok a chatbe. Ki van fagyva a chatem? És már itt írjátok mióta, hogy mit kell csinálni.
Ember! Ember, nem bírom! Azt a rohadt, ne haragudjatok, fura ki volt fagyva a csetem. Hát most már látlak titeket. Hát mondom, úgy vagyok, nem írtok. Nincs kedvetek velem beszélgetni. Annyira jó a livestream, hogy ti inkább azt nézitek, és nem nagyon nem nagyon foglalkoztok a hozzászólásokkal. Jó van, oké, nem tartottam amúgy feltűnőnek, hogy nem ír nekem senki. Jó, oké. Hát úgy voltam vele, hogy nem baj, itt vagyunk, aztán kész. Ez így jó. És akkor most mi van? És ott az ajtó. What happened? Bro? Jaj, végül is 30 perc írják a megadás. Ne arra, hogy Zoli, nem láttalak benneteket írni. Nem láttam, befagyott a YouTube chat. Ú, ezt lehet nem kellett volna, mert most lehet megindulni, pedig be voltak szorulva. Te én most kinyitottam azt az ajtót, most okés vagyok? Veled mi van? Jó, be van bogóva, ne foglalkozz vele. Tehát most megnyomtam a gombot, vagy... Most valami van? Szia, jó játékot, imádlak. Nagyon szépen köszönöm. Én is. Nem történik semmi. Tehát arra is rá kell valamit toljak. Mi van ezek? Nézd! Bepukoltak! Én semmit. Szerintem... Ja, ott is rá kell tolni, azért nem aktiválódik, igaz? Most hiába kék, szerintem bepugolt amúgy. Mindegy, csináljuk úgy, ahogy a játék akarja. És most hallod? Most hallottam a trüding hangot. A kis bábuk vagy szék figurák azok így bebugoltak. Nem szeretném őket elrontani. Jók az úgy. Jók az úgy. Nagyon jó a stílusod. Köszönöm szépen, pedig csak hosszú a hajam és kapuzárási pánikkal szenved. Mások szerint. Én csak jól érzem magam egyébként. Elvileg most lesz a jó, igaz? Aha. Ja, és akkor ezzel tudok átmenni. I see. Oké, Slack and Stacks. Mehet? A püdös élet. Pro tip, sose játsz úgy, mint Owen McKendry. Oh my god, azt hittem, hogy folyamatosan körbe fog fordulni, erre leestem. Nem baj. De ezeket megoldottam amúgy, hogy így bepukoljanak. Már nem jönnek. Na várjál. Ninja style! Basz! Nem fog összejönni! Addig fogok szórakozni, még meghalok! Majd figyeld meg! Mindjárt jönni fog velem szembe egy izé, egy plusz állatka, és annyi. Azon ezt távolról nem lehet megnyomni, ugye? Ezt ilyen manuálisan kell megnyomni. De várj, megpróbálom. De... Jó, hagyjuk. Chat, nem nekem való. Ugaj már le! Menjünk innen a... Húzzatok innen a vérbe! Ki ne talált, hogy most halok meg. Takarodjatok innen. Nem, a nagy szart, merre menjek, lefele? Hát nem tudom, le vagy fel? Le vagy fel, le vagy fel, nem tudom. Fel, mindig fel. Nagy szart! Ó, bro! Hát ez ennyi. Kapaszkodjak fel. Nem lehet. Oh, man! Oh. De túl vagyok rajta. Sikerült, chat. Bízzatok bennem. Köszönöm szépen, hogy valaki úgy gondolja, jó a stílusom. Szerintem átlagos. De legalább jól érzem magam. Sláka... Hát ez nagyon beteg ez a hely. Ott egy kicsit olyan izé... Érzésem van. Olyan backrooms, vagy mi az, tudod? Kicsit. Körbenézek már, ha úgy van. Megint hallok valami srúborzősbrunt, megint jönnek ezek is szarok. Felettem vannak? Felettem, de nyilván nem bugos a játék, így nem halok meg, bucsa tőlük. Ők még fent mászkálnak, hallom őket. Vagy benne vannak ebbe a csőbe. Én nem tudom. Oké. Itt nem nyílnak amúgy az ajtók, szerintetek? Itt vannak több ajtók is. Nincs valahol egy ilyen secret place? Itt például éppen, hogy be lehet látni. Oh my, de milyen jó már. Ez nem nyílik. Jó, hát akkor szerintem arra. Szalai Endre, köszönöm szépen az Owen McKendry tagságot. Ez nagyon kedves tőled, kedves Endre. Köszönöm szépen.
Okay. What is the situation? Hol vagyok? Ez olyan, mint valami börtön, bro. Aha! Azt úgy kinyitottam. Vannak gyertyák is. De várj, most azt kinyitottam, az nekem jó? Hát, ne eskü, nem tudom. You, you're a Pappy's angel. Come to save us. Nothing left to save. Not here. Birdcap, absolute angel. There, honey. A million pairs of eyes are on you now. Watching, waiting, hungry. They want nothing more than to crawl beneath your skin and eat away at you bit by little bit. Wow. Fill what feels empty inside themselves. That thing, Catnap, the prototype is his god, and this is what he does to heretics. He's little to his god. Jaj, hogy már erre nem tudok visszamenni. Basszus, pedig oda le kellett volna menni a bajukba. Listen to me. You need to get out of this place. You need to live. You and Poppy could fix this. End this madness. The torment. Oh no. Mother, no. Leave me. Please. Just go. Run. Jesus Christ! What the hell is going on? My God! Ne, bro! Júj, nagyon félek! Milyen franc történt? Belemásztak, érted? Abba, hogy stux. És innen? Jó, akkor legalább meg tudom nézni azt a helyet. Zsír. És miért szaladok? Megállás nélkül sprintelek. Beszorult a sprintem. Ó, ez nagyon para volt. Ez nagyon-nagyon para volt. Szegény. Ő volt az utolsó életben maradt cucc. Aztán mondta, hogy menjek ki, minél gyorsabban meg tudjuk oldani ezt a Poppyval. Nem tudjuk megoldani, megesznek mindenkit. Ide hagyd, nézzek le, please. Itt nem voltam az előbb. Nem baj, hogy meghaltam, legalább körbe tudok nézni. Itt mi van? Ez egy tappancs. Mi ez a hely? De miért lehet csak úgy lejönni? Van itt bármi értelme ennek az egésznek? Aux Studio, köszönöm szépen! A 200 forintot. Na amúgy a szülőkre kíváncsi lennék, hogy még mindig gyerekbarátnak tartják a Poppy Playtime játékot egyébként. Tehát, hogy így... Mi? Nem tudok visszamenni? Jó. De visszatudok. Hát ott semmi nincsen egyébként, szóval még hogyha tovább jutottam volna is. Most megint meg kell néznem, hogy haldoklik. Nem, jó van, zsír, köszi szépen. Jó, szakadj le! Da! Tapi, gyerünk! Gyerünk már, pacsizál már! Oh yeah! Ez amúgy nagyon para volt, csak mondom. Nem nézek hátra, sosem szabad hátra nézni. Ez fog itt kinyílni. Basszus, még mindig jön? Óvatosan! Ah! Basszus! Rohadjál, nekem már szétlőttem őket így az ujjammal, így... Ah! 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 Azt rohadt! Jó gyors! Akkor megint rossz, hely, rossz felé mentem, lehet, és azért volt gyors. Köszönöm szépen, Zolta! De most mindig ide fog visszarakni? Hát én ezt nem hiszem el. Hát már szétlőttem érted a piú fegyveremmel a izéket velem szembe. Viszont több felé is lehetett menni, nem tudom, hogy jó irányba mentünk-e. Na mindegy.
Jesus, ez is egy ellenfél, amúgy ezt is nagyon adom. Tehát ez is egy újabb karakter, hát igazából nem úgy újabb karakter, mert ugye már ismerjük ezeket, de mégis egy ilyen mellékbossz van még benne, még egy. Az a hely, ahol lementél Katniss börtöncellája. Patrick Leszko, hát most már úgy összeállt a kép. Úgyhogy igen, gondoltam, hogy itt valami ilyesmi lesz. Nem estem le! Hallod, a levegőbe megálltam, Chad. Én vagyok a Jézus. Hallod, én vagyok a Jézus, hallod, így kitörik alulom a izén, meg így, ámenó. Ott álltam, mintha semmi nem történt volna. Nem is foglalkoztam semmivel. Jó, hát akkor most már nem állok rá, mert csak bebugol a game. Megvárom, még kitörik, vagy nem tudom. És hol vagyok? Hallod, megálltam a levegőbe. Kitört alattam a deszkoszt, állok, mint a Jézus Krisztus. Ez mekkora volt? Amúgy nagyon adom ezt a kutyát, vagy nem, ez egy kutya, igen. Tehát ez a megszállt kutya, ez nagyon adom. Jó van már, szegény, már hányszor lepik el ezek a kis ízé... Nézd, ez nagyon para. Az előbb ez működött, vagy nagyon hátraálltam, ide állok így. Törjön, meg megint Jézus leszek? Nem akarok az lenni, sajtos Jézus. Gyerünk már! Nem értem. Jó, tehát eddig a lore az jó. Nagyon gyorsan jön, le se tudod rázni amúgy, tehát úgy van megcsinálva a game természetes. Áááá! Tükkatakitikitekátja, teketeket, teketeket, tatatá. Ratatatatatatatá. Ratatatatatatá. Erre megyek. Nem erre megyek. De hogy megint az öreg testem, érted? Az öreg megijed és megint ott volt így... Érted? Megint... Ilyen öreg emberesen ijedek meg így. Hogy lehet megijedni? Hát régen akkorákat ordítottam, hallod, így, hogy kiszakadt a dobhártyátok meg minden. Most meg már hallod, ilyen öreg izé vagyok, ilyen nagyon öreg boomer megijedésem van, így csak így berezonál így a testen, így. Mikor az öreg asszonyokat izé csontkovásnál izé megropogtatják, és így... Hát csak így ijedek meg! Jó, most már legalább tudom, hogy nem arra kell menni. Így, nesze, fejbe lőttelek. Köszönöm szépen, áltörnedezünk neked is, drága testvérem. A 400 feladat game módot elfelejtetted kikapcsolni. A guard módot? Hát akkor nem hallék meg, tesó, tudod? De hát így most látod, megeszi a... De nézed, ott jön! Az én vagyok, amikor este kimegy, hajnál 3-koma éjes vagyok. Húzok innen! Gyerünk! Menjél már! Én ezt már nem bírom, nem akarok megint izé... Nyugdíjas megijedést! Gyerünk már, menj! Öcsém, amúgy adom ezt a kutyát, tetszik. Jó, tehát akkor nem arra megyünk, hanem egyenesen tovább. Csak jönni fognak ezek a kis slökönztökszök. Gyorsabban! Megint rossz irányba jöttem, azért haltam meg akkor az előbb is. Ott balra kell menni. Alud, az összes utat megnézzük együtt ebben a végigjátszásban. Az összes lehetséges útvonalat megmutatom. Jóval itt most leírsz nekem egy könyvet, attól még elhiszem, hogy megdöglöttem játék. Ne írkáljál már le ide nekem egy egész novellát, hanem töltsed be fel a játékot, azt menjünk. Leírkálj itt nekem, hogy nem várunk rád. Katniss, állj fel. Állj fel, Katniss. Jön a Katniss, állj fel, nem várunk rád. Ki nem szarja le, ember, meghaltam, tudom. Rage! Nem. Nem csak nem értem, miért kell itt egy egész könyvet írni, hallod, mikor meghal az ember a játékba. Állj fel, nem várunk rád, Katniss, anyám, mindjárt leír ide egy palacsinta receptet a játék, hogy túlos palacsinta elkészítési receptje. Ez közben meghaltál, aztán csak szeretnéd folytatni a játékot. Na most, hogy minden lehetséges útvonalat most már így konkrétan megnéztem, így most már hátha sikerül megszabadulnunk ettől a nagyszerű karaktertől. Szóval igen, aki azt hitte, hogy gyerekbarát a Poppy Playtime, a Chapter 3 az tökéletes arra, hogy nem az. Nagyon nem az. Hát gyerekek, ennél jobban nem lehet elmondani, hogy ez a játék nem gyerekeknek való. Nem rácsodálkozni kell a TikTokon anyukák, hogy nem tudtuk, hogy ez a játék ennyire elmebeteg. Figyelj, én játszok vele, akkor értelemszerűen az. Megint szar helyre jöttem. Nem, most jó. Ugye? Tudja a tököm? A középet szeretem. Osz hova a rákba menjek? Oh!
megmondom őszintén, ez full impro volt. Ez full impro, fogalmam se volt, hogy erre kell jönni. Ezt halál komolyan mondom. Full improztam. Something says fetch! Ezek itt te szétszeded a lakást közben? Csak tessék nyugodtan. Szóval ez a Dark Days maradt életben egyedül, ugye? És hát most már, most már ő se. De akkor igazából az összes élt és el voltak kapva. Miért csak állok itt? Hát szeretek állni. Nem maradhatok? Hát ki akar? Hát már régen. Tudja, hogy ezek a kínzás alatti sikoltások egyébként, amit a Catnap csinált velük. Gyerekbarát, ez a lényeg. Kedvencem a gyerek. A gyerek kedvence tőle lett Peti egyébként a Poppy Playtime. Imádja. Imádja, csak az a baj, hogy néha kicsit nagyon csúnyán beszélsz. De egyébként nagyon szeretjük a Poppy Playtime-ot, mondd el Omennek, itt van most veled szembe. Most mondd el neki, hogy mit szeretnél a Poppy Playtime-mal kapcsolatban elmondani. Ajaj. Ajaj. Anyways, we're really close to the end. I sent you a new key. You're going to the counselor's office instead. It's not ideal, but it should have enough juice. If you can get that generator going and plug it in, I think we'll be done. And keep your eyes open for catnap. Every shadow and every flickering light is a hiding spot. He always stalks his prey first. He'll take away anything you have to defend yourself. And when you're at your most vulnerable, he'll kill you. Catnap lives for the hunt. Good luck. Nem mondod. Azt mondja, hogy ennél sokkal rosszabb dolgokat is látni fogok, mint amit az előbb láttam. És Catnap bárhol lehet. Figyel engem. Szemez rám. Remélem, hogy a hátsómat nézi folyamatosan, mert fó, a szép látvány. Te szülye. Na most elméletileg kapok még egy kulcsot, és akkor az utolsó helyszínre kell mennem. De hát nem is plagoltam be azt, amit be kellett volna. Ja, mert szerintem be kell húzni először a kábelt, nem? A Playhouse... A lószar, dehogy is, tessék. De akkor a kábelezést azt így el is felejthetjük, vagy most nem értem. Szóval most megkaptam azt a nagy big, very big háznak a kulcsát. És akkor igazából mindenhol jártunk? Itt ezen a területen? Szinte mindenhova be kellett menni, ez tök jó. Ugye? Ugye, Csert? Szalai Endre, köszönöm szépen a 200 forintot. Ez iszonyatosan jól esett tőled, Szalai Endre. Megmondom őszintén, ahogy csattant a 200 forintot, Szalai Endre. Nagyon szépen köszönöm, Endre. Nem tudom, hogy mivel érdemeltem ki, köszönöm szépen mindenkinek. Bele akarok csobbanni, belemehetek? Ha csobbanjak egyet, Csert. Egy segges ugrok. Nem ugrok. Ott egy láthatatlan fal előtte. Na most, hogyha innen nem tudok ki... Na azért. Na. Oké. Okay. Szóval, ja, visszatérve, valóban nem gyerekeknek való. Nagyon nem. Nagyon nem gyerekeknek való a Poppy Playtime. És azért is tartottam én ezt, hogy is mondjam, ilyen... mondhatom azt, hogy abnormálisnak, de azért kicsit lehet erős szó, nem? Inkább olyan furának. Hogy amikor például videós találkozókán egy nagyon fiatal kislány odajött Poppy Playtime-os plüsssel a kezében, hogy én vagyok a kedvenc videósa, és a kedvenc tartalma tőlem a Poppy Playtime, akkor tudod, ilyen gondolatok így lejátszódtak bennem, hogy így... Mi?
bro. Biztos? 100%? Jó, és hát akkor nyilván akkor jött ki talán a chapter 2, vagy valahogy úgy, akkor még annyira nem, mert most a chapter 1-ben jó, van egy jumpscare, meg a Hajivagyi jön utána, de eleve a Haji is hogy néz ki, tehát, hogy érted? Most itt vannak ezek a karakterek, itt van ez a történet, itt van ez az egész szituáció, a vér, a maga az egész hely, a pálya. Hogy lehet ez gyerekbarát? Bocsánat, közben a Tutti Juice-tól mindjárt be. Tehát ez hogy lehet? Ez hogy lehet egyáltalán bármilyen mértékben gyerektartalomnak tekinteni szülők szemszögéből is? Ádám Kocsis, köszönöm szépen a tagságot, és a Bloodfarm, köszönöm szépen neked is a tagságot. Tehát én iszonyatosan imádom ezt a játékot, mert horror fan vagyok. Tehát ez az egész csatornám egy horror tematikára épül inkább. De én ezt sose értettem. Na mindegy, ne foglalkozzunk vele, menjünk. Tehát ezzel semmi baj nincsen, hogy tehát nem azt mondom, hogy kötelezően félni kell minden gyereknek ettől a játéktől, csak nem, egyáltalán nem nekik való szerintem. Tehát most őszintén, Brawl Stars-ozni ülteted le a gyerekedet, vagy ezzel játszol? Vagy ezzel játszol szerinted? Egyértelmű, nem? Tehát én is a Poppy Playtime elé ültetném. De hát csak vicceltem, nem? Ugye is kérek. Chat. Csak viccelődik az öreg Péter. Na most a Boomer Péter is néha egy viccet eltolhat, nem? Ilyen öreg vicces leszek majd. Öreg koromra majd ilyen leszek, hogy amikor átjönnek hozzánk esetleg a fiam, vagy valaki, akkor eljátszom majd, hogy nem vettünk semmit. Ilyen nagyon, nagyon boomer vicceim lesznek. Imádni fogom magam. Nagyon kínos lesz. Amúgy nagyon jó ez a chapter 3, mindenkinek ajánlom, hogy vegye meg, kivéve a gyerekeknek. Na. Saving. Aha, ott már van a köd, vagy mi? De van nálam izé cucc. Ja, megint ez a cucc. Ez nagyon szereti a chapter 3, ezt a cuccot. Hát most akkor most akkor mi van? Your tools won't protect you. Nem fog engem megvédeni a maszk. Dehogy is nem, figyelj ide. Ez a maszk, ez olyan hipersz... Ja, F-el veszem elő a maszkot, hall. Itt nyomogattam az F-et. Jó, hát igazából tök minden, mert maszk nélkül se enged be a game. Oda kéne? Az úgy jó. Nem enged be a Gameszkó. Office, az egy jó sorozat a Jánosi Gergő szerint. Nem akartam visszamenni, tesó! Ne töltsd vissza a gémet! És kapnék egy full random jumpscare, tudod? Ez mekkora lenne. Nem akartam visszajönni. Kerestem a bejáratot, a lehetőségeimet. Uh-huh. Jaj! De rafinált vagy! Micsoda? Rafinált? Nagyon rafinált volt. De kifogtunk rajta. Úristen, milyen hosszú folyosó van itt. Na de, itt egy gomb. Megnyomhatom? Nem lehet. Pedig annyira megnyomtam volna. Megint? Aha, ki kell szednem a másikat? Beszarogt, és tényleg. Elképesztő. Okos vagyok. Jaj. Nem cringe-ek a videó. Köszönöm szépen, hogy ezt gondolod, hogy nem vagyok cringe. Igazából ez pont aktuális, mert hétvégén lesz egy reakció videó élőben a vlog csatornámra, szombaton, ott majd várok mindenkit sok szeretettel. Most hétvégén szombaton a vlog csatornámra akarok egyet élőzni. Reagálni szeretnék egy videóra, ami megint rólam került ki és rólam szól. Kicsit szeretném így úgymond magamat megvédeni, mert elég durva a dolgokat mondtak rólam abban a videóban. És hát azért van egy határ, amire azt mondom, hogy sok, az lehet, hogy ez az a határ. Mert az, hogy még azt mondják, hogy kínosak a videóim, az oké, de hogy életképtelennek neveznek, meg ilyesmi, azért az már egy kicsit engem is zavar. Mert azért valljuk be őszintén, hogy az Owen McCandy karaktere az valóban nagyon beleéli magát a játékokba, és ordibál meg, mit tudom én. Én szeretem így előadni magamat, és szeretem így játszani a videójátékokat.
De hogy ezzel azonosítani úgy magánéletben engem, az kicsit sok. Tehát, hogy én szerintem minden egyes videósnak kialakul úgymond egy ilyen karaktere. Legyen az bárki, aki nem feltétlenül annyira másabb, mint az eredeti énje, de azért úgy van egy ilyen előadás módja nekem az, hogy itt viccelődünk, meg hülyéskedünk, meg sapi a fejemen, meg ordibálok, de hogy alapesetben nem így élem minden nap az életemet, hogy felkelek, azt ne, szevasztok, állj, megyek reggelizni, vagy valami hülyeség, érted? Tehát, hogy az a baj, nagyon sokan nem tudják ezt így elhatárolni tőlem. És a Vlog csatornán amúgy egy csomó olyan videóm van, hát most már egyre több olyan videóm van, ami egyébként egy nagyon komoly videó, és ha gondoljátok, azt is nyugodtan kövessétek. Úgyhogy szombaton én arra mindenképpen reagálni akarok, szeretek reagálni dolgokra. Köszönöm szépen, kedves MMD Maker a tagságot, és László Rubosnak is köszönöm szépen, és Kistasi, köszönöm szépen a 200 forintot, Bloodfarm, köszönöm szépen a tagságot, ha már megköszöntem, akkor sorry, és köszönöm még egyszer Laci a 200 forintot. Na, amúgy tök jó az a pálya rész, ez tetszik nekem. Mi ez? Head of School Mária Asukan! Ez az igazgató? A Mária? A Mária az igazgató? Itt az igazgatói szoba. Nagyon sötét van itt. Miért vették el tőlem azt a zseblámpát? Elejtettem amúgy? Volt egy jó kis zseblámpám amúgy. Mária Asoka. Ez tudja valamilyen easter egg, vagy készítőjének a neve, vagy nem tudom. Biztos, hogy... Oh, Jesus Christ! Az nagyon a catnap volt. Laci, kösz szépen az ajándéktagságot a közösség nevében is. Ó, az nagyon egy catnap volt, tesó. Az, ajaj. Én érzem, hogy nem fog tudni tőle elmenekülni. Nagyon nem. Biztos nem hagytam itt semmit a nagy beszélgetés közepette? Bocs, hogy így visszamegyek, csak azért így körbenézek. Ez nagyon beteg. Ez a catnap, tesó, ez a catnap, én nem tudom, hogy vagy vele cser, de ez a catnap, ez valami... Pú, te! Ez valami borzalom. Nem, szerintem, amúgy az én véleményemet kérdezed, hogy szerinted még a legjobb karakter, eddig nekem a catnap tetszett. Szalainra köszönöm, te vagy az egyik legjobb videós, nagyon szépen köszönöm, kedves Endre, nagyon aranyos vagy, köszönöm. Chinska Muscle, Peti, játszottál már a Monclake-kel? Próbáld ki, még nem játszottam vele egyébként, ránézek, nagyon szépen köszi az ajánlást. Úgyhogy, ja, nagyon félelmetes ez a catnap. Nekem legalábbis. Én nagyon szeretem az ilyen nagyon elborult karaktereket. Nekem szimpatikusabb, mint a Haji. Ezt komolyan mondom. Nekem jobban adja. Tetszik. Parább. Félelmetesebb. Ez mi ez? Head of the... Ja, itt van még egy. Eduardo Gala. Eduardo Gala. Kissimissi. Ugye ja, ez nem a Kissimissi, de hülye vagyok, ez Mami Mom's Legs. Még nevüket se tudom. Ezzel a Boogie Bottal nem is találkoztam még. Egy csomó karakterrel nem találkoztunk amúgy még a játékban. Egy ilyen irodám lenne, egyébként tökre örülnék neki. Ilyen kartont, valaki csinál nekem való életben egy ilyen kartont, egy ilyen nagyot. Azzal nem fog. Nem tudom, mit csinálok. Nem tudom, meghívom egy meghíre, vagy én nem tudom. Valami leugrik elém, chat. Ha itt most valami le fog elém ugrani, és nekem vissza kell szaradni, nagyon rosszul leszek. Jó, nem. Látom a kezemet abba az ablakba, de sem. Jó, oké, akkor let's go erre. Slökő. Már február van, gyerekek, hogy telik az idő? Hát mindjárt új év. Jaj, Móni, ne. Móni. Hol vagyok? Ő. Ó, az olyan mély? Azt a rohadt élet még mindig megy lefele. Akkor itt nem esek le, ha nem baj. Megint itt vagyok a Batcave-be. Le vagy fel? Adtom fel. Már megint ez a retek...
Már megint egy puzzle. Tényleg mennyi puzzle van ebbe a játékba? Na mindegy, semmi gond, ráérünk. Nem? Ti is ráértek. Te vagy a kedvenc videósom. Nagyon szépen köszönöm, kedves Nándor, az 1000 forintot, és Ádikának is köszönöm szépen a 500 forintot. Sziasztok, srácok, nagyon kedvesek vagytok. Köszönöm szépen a bizalmat és a figyelmet. Hogy gondolkodjak. Nyilván ide lent nincsen semmi. Nem nagyon. Akkor vissza. Szóval igen, azt viszont én aláírom és azt tapasztalom én is chat, hogy a játék nagyon sokat ez nem működik, ezt valahogy be kéne indítani, nem? És ez így nem, ilyenkor nem működik? Hát ezt hogyan akarja ezt? Hogyan szeretné, hogy én ezt beaktiváljam? Ez a kérdés. Woo! Mi az, ami elvonja a figyelmemet? Egy pillanat, ez most... Lehet valahogy... Fentebb nem tudok menni, mert ugye nincs aktiválva az a cucc. És akkor nekem az, hogy hozzá is kéne érintenem. De ide nem tudok átugrani. Most nézem a chatet. Nehogy az legyen, hogy megint írjátok itt, hogy mit kell csinálni, és én meg nem tudom. Legyél ügyes. Ott van a felhúzó. Hol? Jaj, tényleg! Ez a... Jaj, tesó! Már megint ez a... Ez a nem veszek észre dolgokat. Amúgy lehet, hogy szemüvegre van szükségem. Bro! Nem tudom! Olé! Nem, nem, ezzel a kézzel inkább, ugye? És akkor így át... És most beaktiváltam? Fúú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 
Jó, jó, eddig rendben vagyunk, nem? Eddig jó. És akkor most vissza? Mi a francot csinálok amúgy? Mi a francot? Nem is tudom most magamat húzni. Na, mert fent van a cucc. Na, akkor még egyszer. De jó, imádom ezt a játékot. Oké, szóval... Ezt mindenképpen így, ugye? Ezt mindenféleképpen. És akkor ide kell elvezetnem újra. De akkor nem lesz így jó. Mert így nem tudok visszaugrani. Vissza tudok odaugrani? Szerintem nem. Lehet, hogy a másik oldalról kellene... Most várjál csak egy kicsit. Ez engem akar megszivatni ez a game? Most kajakra. Kajakra engem akarsz megszivatni? Kajakra, Móni. Kajakra engem? Engem szivat a játék? Hát engem nem fog megszivatni. Túl okos vagyok ahhoz, hogy ez megtörténjen. Oda néz. Annyira... figyelj, egyszer nem tud rajtam kifogni. Jó játékot. Hogy vagy mostanság? Észak, nagyon szépen köszönöm, jól vagyok. Köszönöm szépen a 2 eurót. Annyi, ez nem fog összejönni a játéknak. Nem tud rajtam kicseszni chat. Egyszerűen megoldom. Ne esle. Ennyi. Hát ez easy volt, nem? Fegyver? Ki akar egy lövést? Azt hallod, mekkora durva lenne, hogyha valóban így oda világítanék, az így catnap ott lenne. Ezt miért nem? Tehát csak ezt már belecsináltak, én tudni beleraktam volna egy ilyen részt amúgy a játékba, hogy így megijesztem a játékost. Csak egyet. Jó napot kívánok. Van itt valaki? Hol vagyunk? Ezek a hangok. Ja, legyek. Zárva van. Jó sokan dolgoztak itt amúgy. Nagyon sokan. Hát ennyi irodacucc amúgy. Bár most nem azért, de ennyi irodacucc azért sok embernek kell.
itt van-e valami? Van-e értem, hogy ide jöttem? Olyan, mint hogyha fel lehetne venni onnan ezeket, ezeket az irodatmányokat, vagy nem, ezeket a papírokat, mert tökre úgy ki van emelve egyébként a textúra körül, de mégse! Csak úgy ott vannak. Jó, hát ne figyelj, nem foglalkozok velük, kész. Menjünk a Stella Graeber irodájába. Alig vártam, hogy Stellának az irodájába jöjjek. Nem tudom, ki az amúgy, leszarom. Na, mehet. Igen. Tök jó! Ilyen irodát akarok. Valaki csinál nekem egy ilyen irodát? Csak egyet. Aha, és akkor itt lenne valahol egy Kazimi. Az úgy... Az úgy problémá... Jaj, itt a Kazi, jól van. Na, ennyi. Kazi, megvan a Kazi. Kazi. Hát játsszuk le. Megint valami gyerekekkel kapcsolatos dolog. Oh, Mr. and Mrs. Hartman! Come on in! Please, have a seat. How was your ride down? It was, egészségetekre. János J. C. Rambo Daddy Gergő. Well, it just confirms for us that you're the orphanage we want to go through. It's a truly magical place. I felt right at home from the second I entered. You opened that door the first time and you just know. You're never going to leave. Kind of like finding a home as a child and always thinking of it when you want to feel comfortable. Jó a hajam. Köszönöm szépen. Haj. I understand you want to give Jeremy that hajacska. Home. Yeah, and we would like to adopt. Amúgy szerintem már nem vagyok olyan dagadt, mert már nincs olyan tokám se. Perfect for... Ez most hogy jött ide amúgy? What? Well, it appears there's been some complications. Complications? What kind of complications? Valami szülőket hívtak be, vagy mi? I don't know. The form says testing. Testing. What does that mean? Tell us, what does that mean? Miss Graeber, we deserve a better explanation than that, don't you think? You're in charge of all this! How could you not know? And why are we only finding out about this now? Oi, oi. I don't. I'm sorry. Oi, 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 oi. Valami szülők, vagy valami hozzátartozók bejöttek ide, ebbe az irodába, és akkor a gyerek kapcsolatban kiderült valami, és... Hoppá! Kiderültek a dolgok, a turpisságok. Oké, hogy zárva van az ajtó, de oda hogy megyek? Kéne oda egy kulcs, nem? Where is the key? Where is the key? Most egy kulcsra lenne szükségem? Nincs itt az irodában valahol egy kulcs. No, mi? Hát ez jó. Vagy valahol itt a sötétben van? Bro, nem tudok arra menni. Hát hol van az a kulcs? Vagy valami szellőző nyílás, mert azt nagyon szereti a játék, a szellőző nyílást. Nem? Dick. Köszi. Mit keresett ott a kulcs? Na mindegy, de valahogy éreztem, valahogy tudtam, hogy szellőző nyílás lesz. Valahogy tudtam. Yes! Már megint ez a press, mi van ide írva? Your time is running out. You're short. Kevés már az időd. Menj haza. Hi, I'm Crafty Corn. Can you help me with my painting? Pass me the blue, please. Ez is ordibálni fog a végén. Now, can you give me some red? Adjak pirosat is, tessék. Még több piros. Ja, mert blood, figyeld. But we can't be out. You're hiding more red from me. I know you are. Ez annyira beteg amúgy, vagy viccen kívül, hogy ő pirosat szeretne, azt a vérem kell neki. Na. Ez a porszívó a legfélelmetesebb boss a játékba. Ez a porszívó, ez rohadtul nem szív sose semmit. Ez lehet nem is porszívó, hanem szőnyegtisztító. Porszívó vagy szőnyegtisztító?
Ezt el kell döntenünk, ezt a nagyon fontos kérdést. Én azt mondom, hogy szőnyegtisztító. Ez a legnagyobb, ez a legnehezebb boss amúgy a game-be. Office, couple bedrooms, main de én mindenhova megyek. Jó napot kívánok, az állásinterjúra jöttem. Elekre jobb, mint te. Na persze. A lopásba biztos. Az Intex-kép lopásokba biztos jobb az Elekrobi. Meg orba. Tök jó, adom ezeket az irodákat. Én abban dolgoznék ilyen helyen. Mondjuk nem így, nem ilyen lelakott irodában nyilván, hanem azért ilyen szép körülmények között amúgy simán. Szeretem a színes dolgokat. Én nem szeretem, hogyha valami ilyen, tudod, egy szürke. Ah, és akkor megint erre. Bocsánat, hogy össze-vissza nézelődök, de nagyon tetszik itt a dolog. Jó helyre jövök? Na most oda kellett volna mennem? De mi a különbség? Jó, mindegy. Jaj, ne. Csak ezt ne, bro, csak ezt ne! Csak hosszú... Itt biztos lesz valami. Felkészültél, chat? Szia, Pety! Remélem várpolottal közelvidítalira jössz, ugye? Én vagyok az, akit kiválasztottál novemberben táncolni a színpadra. Tényleg? Köszönöm szépen az 1000 forintot. Hát örülök, hogy eljöttél a rendezvényünkre. Remélem jól érezted magad. Én egy darabig most nem leszek videós találkozón, majd áprilistól kezdve. És az első megálló az Miskolc lesz nekem. Úgyhogy ha valaki esetleg itt miskolci, vagy szeretne velem találkozni, akkor már most mondom, hogy áprilisban lesz egy találkozó, és arra már én is ott leszek. És ha gondoljátok, akkor tudunk élőben találkozni, beszélgetni, meg ilyesmi. Passzus! Fú, hát majdnem megfulladtam. Most jutottam körbe. Ezt jól megmondtam. Ez kinyílt. Hát szinte semmit nem látok. De várjál most, itt is, hogy... Oké, a piros vagy a zöld kezemet kéne használni, de az nem fog összejönni. Ezt ki kell szedni, amit oda betettem, igaz? Aha, jó. És ez nekem most ez... Miben segít? Ja, most adtam hozzá az áramot? Hol szól ez a zene? Aha. Hát ez jó, csak ugye van ez a piros gáz, amitől meg haldoklok konkrétan. Hol szól a zene? Ez egy hűtő? Jó, ezt kivettem. Ez itt zárva, ugye? Az baj. Ez adja az áramot? Nem a másik akkor. Nem, az se. Honnan szedünk áramot? Nem látok semmit. Fú, de para. Szerintem ez biztos, hogy ide be kell amúgy tennem. Tehát ezt nem tettem hülyeségképpen ide. Én nem látok semmit, gyerekek. Annyira sötét van. Ez zárva. Kábel. Nem. Mi történt? Mi van? Honnan szól a zene? Gyerekek, én sem... Várjál, világítsunk. Hát miért vagyok ilyen hülye? Nézzünk körül így, világítsunk. Ezt nem lehet már kinyitni? Nem, el van tolva szólva. Aha. Most már legalább látok egy kicsit, de nem úgyse sokáig, mert ugye kialudnak ezek a...
Ja, hogy el, há, szóval te vagy az. Jó, oké, itt volt a sötétbe. Aha. És akkor van egy harmadik? Van, hát. Három van. Pontosan. Na. Találd el! Végre. Fú, ez egy para hely volt. De túl vagyunk rajta. Köszönöm szépen. Szia, Owen, én cserélek neked egy catnap kartont. Azt, aminek köszönöm szépen az 500 forintot, kedves Vince, de jó nagy legyen akkor. László Rubos, köszönöm szépen a 200 forintot. Emily, köszönöm szépen a tagságot. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok, srácok. Bocsánat, hogy te nem mondod, hogy az nekem kellett volna onnan. Hát akkor ezt kiszedem. Vagy nem lehet? Nincs is benne? De azt, akkor úgy látszik, hogy oda más kell, szóval úgy látszik, hogy ezt nem lehet kiszedni. Azt hittem, hogy vinnem kell magammal. Vagy lehet, hogy vinnem kell magammal. Az ott egy lift. És lehet, hogy ott lesz fent valami cucc. Na már megint itt vagyok ennél, nagyon szeretem ezt egyébként. Na. Ezt forgatni se lehet. Mi? Ja, mert be van kapcsolva. Kapcsold le. Ó, oh, a lift. Először itt körbenézek. Hát majd lesz egy ilyen felugrálási lehetőség, meg ott is. Jaj, gyerekek, már megint ez a rengeteg puzzle. Ezzel húzták amúgy az időt a izék, a készítők, amúgy ezt nem, hát viccen kívül amúgy tényleg. Akkor lehet, hogy amúgy az embereknek igaza van. Hogy jó a cucc meg minden, nem arról van szó, csak hogy így... Várjál, de arra is lehet ám. Csak hogy így... Közben meg így, bro, tehát hogy... Nope. Jó, az most nekem jó amúgy, vajon? Nem hiszem, lehet, hogy nekem valahogy fel kéne jutnom, vagy biztos nem kell kiszednem a másik szobából a cuccot. Nagyon egyszerű a történet, nem kellett volna elállítanom a cuccot, igaz? Jó, hát igazából semmi baj. Nézzünk itt fel, hogy mi a helyzet. Semmi? Jaj, ez itt le van zárva, és itt van fenn ez a cucc. Nagyszerű. Leugrok. Ah! És az még be van oda zárva egy ilyen izébe? Köszöntem. Milyen sötét van itt? Valami rohadt érdekes hangot hallottam. Gyere már! Ezek valahogy ki kell törni. Jó! Jó.
vigyen fel, és akkor én ezt így megpróbálom valahogy így ledobni, vagy nem tudom. Basszus, te már! De már, nem jó volt az elmélet. Kitolom ide a szélére, ja. Ja, figyelj. Ez így, ez lesz az chat, ez lesz az, figyelj. Figyeld. Fú, miért pattant, láttad? What? Nem történt semmi. Miért nem történt semmi? Na jó, van mindegy, ne foglalkozzunk vele. Egyelőre én azt mondom, ezt amúgy meg nyugodtan kiszedhetjük szerintem. Tehát ezzel no para. Hol van még ilyen, amiben így rakni kell? Ott fent majd, ugye? Ott kell majd mindenféle. Amúgy nem lehet így egyszerűen kitörni, hogy fogom a kezembe. Ja, de ezt nem tudom megemelni úgy, aha. Jó, akkor ezt most egyelőre leállítom. Ezt most átalak, ezt így mondjuk oda. Akkor mi történik, hogyha így megnyomom? Semmi, mert nem is tud oda menni, értem. Akkor ez kilőve ez a szituáció. Jó. Úgy. Nagyon jó. Ezt amúgy máshogy nem is ért. Tehát nincs is értem ezt máshogy. Következő. Azt meg úgy oda. És ha most meghúzom a kart. De megint nem jó. Ó, értem. I see the problem. The problem is. It's a new day. Yes, it is. Van egy érzésem, hogy innen felülről kell amúgy ilyen érdekes dolgokat csinálnom. Nem, ez levisz. Nem jó. Nagyon nem jó, bro. Nagyon nem jó. Mi a fos? Ne, olyan dagadt vagyok, hogy nem bírja el a lift, vagy mi? Mi ez? Ja, hogy ilyenkor ezt így nem lehet? Pedig azt hittem innen felülről. Ez kinyílik? És te mi történt a liftnek a hangjával? Állj meg! Az a lift hang. Jézusom, nektek is bebugolt a liftnek a hangja? De igazából nem aktiváltam nagyon semmit. Ja, mert oda kell. Ja, mert azzal aktiválom azt a felugrósat. Jó, akkor ezt innen ki, és akkor... És hogyha most, akkor aktiválom az ugrást, igaz? Az be fogja kap elméletileg. Tök jó. Na, zsír, akkor ezzel most fel tudok menni. Nice. Az igen. Anyád! Csia! Ezt így kellene. Hülyo! Nem. Inkább ráérkezek. Bro, sok. It's too much. Ah. Ja. Ennek mi értelme van? Ja, hogy ezt akkor aktiválnám, hogyha benne lenne ez a két cucc. Törj össze! Mi a pülös szarja nem törik szét?
lehet a másik az ennyitől összetört, nem? Gyere már! Húzzad már! Nem, ezt nem hiszem el. Csak ezért le kell megint mennem. Csak ezért le kell megint mennem, igen. Igen, chat, jól látod, megint ezért kell lemennem. Úgy látszik, hogy a játék az szereti ezt itt végig csinálni. Jó, oké. Akkor tök jó lesz ez. Ez jó lesz most nekünk. Hol van? És hogyha... De most ez mennyivel... Most ha innen fogom ledobni, sem fog történni semmi. Vagy én ezt nem értem. Vagy innen kellett volna. Vagy most nem tudom, mit akar tőlem a játék. Ezt most ne kapcsoljuk le, mert úgyis vissza kell jönnöm. De ezt hogy töröm szét? Csak így ledobom? Tehát az nem működik. Nem? A pisztolyjal lőjem szét? Lőjük szét. Hát nem sikerült. De a lift alá kell tennem? Ez most komoly? Én most tényleg, ezek csak tippek amúgy tőletek, chat? Ezt most... Én ezt nem értem, chat. Hányszor ledobtam ugyanígy? Lehet, hogy sokszor nem úgy gondolkodok, ahogy kéne, vagy a játék akarja, de én úgy érzem, hogy én az előbb is nem tudom hányszor megpróbáltam ledobni. Nem volt elég a lendület. Jó, oké, okay, my bad. Oké, akkor legyen úgy. Jó, legyen igaza a játéknak. Nem volt elég a lendület. Nagyon jó, és akkor most már csak akkor át kell állítani arra a cuccra. Ugye? És mindenki boldog, mert megint megcsináltunk egy időhúzó, felesleges hülyeséget. Annyira jó érzés. Mi ez a szexi zene? Én szexi vagyok. De még mennyire? Szexi muzik. Szaxofon. Oh yeah! Uaj, de jó zene szól, figyelj oda! Yeah! Tök, most hol vagyok? Oké. Azt a rohadt, itt nagyon nagy gáz van szó szerint. Már megint, ezt nem hiszem el. Reload! Jó zene. Oh Jesus! Mi a retkes picsa volt ez? Mi a pöcs? Mi? Mi az anyád volt ez? Hogy a rohadt életben, erre nem számítottam, basszus! Azt a rohadt élet! Oh! Ajnak, köszönöm szépen a 13 hónapot neked. Ez mi volt? Úristen, de megijedtem. Ah, most tényleg? Na, erre nem számítottam. Én tök nyugodtan mentem meg minden.
Ja, itt tanultak a gyerekek. Oh man, ez most elkapott tényleg, nem fogok hazudni, ez most, ez elkapott. This one I got me. Do you see why we have to end this? Oké, itt most látom a gyerekeknek az árnyékát, itt ez a bizonyos helyszínek, és nem fogom, mi fog történni. Do you even know what's real? Nice. Tényleg nem számítottam arra, hogy ott lesz a catnap. Tehát, hogy annyira kis izé lehetetlen a zenével is megpróbáltak így el. What a Haji. No, you don't. Oh my... What happened? What? Oh no! Oh my god, ott volt a prototype. Tiii! Azok a kezek még mindig Schlackenstagsok. Jó, már csörög a terve a fölön. Mi történt velem? Életben vagyok? Élek? Oké, Catnap, nem kell kétszer mondani, eskü. Esküszöm, nem kell. Az Olli az végig a Catnap volt amúgy, szerintetek? Akkor ezek szerint Olli volt a Catnap? Ez olyan volt, mint a izén, nem? A Gregor is cucca a Five Nights at Freddy's-be. Prototype megvéd mindenkit. Ó, hát persze, abban biztos vagyok. Oké. Okay. Ezt nem tudom kiszedni sehogy. Ennyi. Rendszer kijátszva. Ja, most ki kell mennem? Hát szerintem igen amúgy. Ennyi volt a plague, vagy a iszonyé. Elmélem vissza kellett jönni. Ja, vissza kellett jönni, jól van. Vedd fel. Catnap. Something's gone wrong. Grab the cord from the counselor's office and plug it in underneath the statue. We need to reach 100%. Good luck. Nem azért a két forintet ennek az Olinak nem ugyanaz a hangja, mint a Gregorinak? Vagy csak én vagyok az, aki így beflasheli? Vagy tényleg az, chat? Mi a véleményetek? Nem a Gregorinak a szinkronja ez? Lehet, hogy tévedek, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon egyezik a Gregorinak a hangjával. Mi kell nekünk? Playhouse. Én szeretném. Hova? 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 Toy Store meg School van még, nem? Végre. Megvan. Ez milyen kulcs? Jó, kaptam egy kulcsot a semmiből. Ja, de ez az, hát akkor nem vagyok hülye, ez tényleg egybe, ez tökre a Gregory. Gondolom ugyanaz a szinkron. Színész, csávó, vagy csaj, vagy srác, nem tudom. Ez most hova megyek? SK Doom Key. Sky Doom Key? Azt meg hol van? Bro, nem az a 2 forintért, de az hol van ez a kijárat? Ja nem ez. Nem, ugye? Ja, a saving, mondtam. Ez most hova? Ezt is oda le? Nem mondod, hogy ezt is most pluginolnom kell? Ezt is vigyem le? Hát kiderül, hogyha odáig el tudom húzni.
Szerintem lehet máshova kell. Nem, le tudom húzni idáig. Ennyi. Amivel megérkeztem, azt mondja. Oké. Okay. De sötét van. Jaja. Hogy jutok oda? Tudom, hogy hova kell menni, csak körbe? És akkor most már a gáz, az meg, tehát most akkor megvan, ami kellett, ha van elég áramunk, akkor most akkor meg tudjuk csinálni azt, amit akartunk. Most már értem a szituáció. I see the situation. Oh my goodness. Anyádat, mi ez? Bocs, főnök! Nem volt időm reagálni. És most megint kapok egy teljes könyvet azzal kapcsolatban, hogy meghaltam. Kis tacsit, köszönöm a 200 forintot, amíg nem köszöntem meg. Jézusom, mi történt ezzel? Hallod, lefogyott. Még jobban, mi ez? Oh my god, hogy nézett ki? Ne szórakozzál velem! Te most szivatsz engem, tesó! Miért ide kell visszaküldeni anyámba? Bro, nem volt időm reagálni, ne haragudj! Én értelem nem tudtam most mit kell csinálni, de mi a francért küld ide vissza a halálba? Jesszusom! Mi ez? Ezt most nem értem amúgy. Nagyon sus ez a készítőcsapat. Nyilván ott amúgy szerintem az esetek 99%-ban mindenki meghalt rajtam ki, vagy velem együtt. Mert ott hirtelen reagáljál le egy ketnepet, ahogy így kijön onnan. De hogy visszaküldenek anyámba, érted, hogy csináljam megint ezt végig? Miért nem lehetett volna egyszerűbb innen? Nem lehetett volna egyszerűbb innen kezdeni? Így, például? Tehát most nem értem. Lementeni sem lehet a játékot, magától menti, mielőtt kérdeznétek, hogy mentsek egyet. Ez valami beteg, most ez bele se tettem végül, vagy én most nem értem. Jó, húzok innen a vérbe, bro. Azt nem tettem bele! Jézus Mária! Úristen, de beteg! Hol van? Jézusom, hogy néz ki, hallod a ketnep? Mi a franc? Jó, most mentettem egyet, tehát most fog meghalni. Nem tudom felvenni a maszkomat. Jó, hát akkor ez boss fight. Ez boss fight. Jó, és hol van itt egy kazetta, amit én lejátszak most így hirtelen? Ú, ez nagyon boss fight. Ez nagyon boss fight típusú. Jézusom, mekkora terület. Jó, hát ez boss fight lesz. Jó, akkor felkészülök. Saving. Nem mondod. Helyre kell raknom minden plugint. Aktiválnom kell a kezeket, meg minden, gondolom.
hova tegyem ezeket? Hát ezek nem világítanak, akkor ide? Ja nem, ezzel fogom tudni visszatartani őt. Szerintem, ugye? Bele se teszi. The left and right side of the room, in both to front and back. Oké. Most ezt nem értem. Nem is engedi, hogy betegyem. Úgy látszik, csak a világítós helyre tudom. Hát de nem, hát ide is be tudtam tenni. Jó, hát ezek itt működnek, ez tök jó, meg minden. Ide nem. Ide nem! Jó, hát bocsi, először csak így nézelődök. Meg ismerkedek, de úgyis mindjárt rám jön a catnap. Oké. Okay. És akkor nekem mi a feladatom? Gondolom ezt a kettőt itt kinyitni, ugye? És akkor a kábel az hova megy? Fú, hát ez elég beteg. Ez ad áramot. Jó. Ezt kiszedem, mi van? Az nagy baj. Az baj? Az el van cseszve így? Jó, mindjárt, csak nem tudom, hogy egyelőre mit akar tőlem a játék. Pillanat, nem szeretném, hogyha... Szóval ez egy ilyen nagy terület, jó, és akkor gondolom aktiválni kell a dolgokat, de valamiért nem tudok mindent, úgyhogy egyelőre. Áram. Ja, hogy árammal kell aktiválnom, aha, értem, tehát hogy az áramot át kell vezetnem oda, és akkor tudom úgymond betenni a dolgokat. Nem? Nem? Mert ugye itt nincs áram, itt ugye arról szól a dolog. Ha ezt bekapcsolom, akkor ide itt ilyen gőz van, gondolom ezzel így vissza tudom tartani majd a catnapet, igaz? Ugye? Gondolom, csak nem tudom, hogy mivel kell aktiválni. Ja, itt van ez a... Nézzük meg ezt akkor egyelőre itt. Nézzük meg, ez hova vezet. Itt van a másik áram. Oh my god, ne! Ja, ezzel is vissza tudom tartani. Köszönöm szépen, Nicolette. Gregory Hang színészem, Med és Oli is. Megnéztem is, jó játékot, imádás. Köszönöm szépen. Igen, gondoltam, hogy ők azok, mert nagyon hasonlított a hangjuk. De most mit várja tőlem a Gamesco, hogy elinduljon az egész event? Ja, az most bekapcsolódott. Nagy szarban vagyok. Nagy szarban vagyok, de ezt hogy csináltam? Ez baj! Az baj! Az baj! Persze mindjárt, csak hol van a Barry? Az baj! Az baj! Ja most már értem, tehát nem egy catnap van, hanem több. És akkor azokon a helyeken, tehát nekem csak voltaképpen középen kell mozognom.
és akkor az adott helyen, ahol megjelenik, akkor nekem úgy vissza kell őt tartanom. Közben meg, ugye várnom kell, amíg úgymond az elemeket a helyre tudom pakolni. Most már értem. Tehát nekem igazából csak itt ez a mozgási helyen van, ugye? És akkor ide kell egy, hogy legyen áram. Adok neki áramot. Bekapcsol a tévé, nem? Nem kapcsol be a tévé. Tehát igazából akkor nem tudom, hogy ezt én nem szedhetem ki belőle, mert ez az áramellátás. De valamikor le is kell kapcsolni az áramot? Ez egy kicsit olyan Fight Nights at Freddy's feelingje van, nem? És akkor nem kötelező ezeket a cuccokat alkalmazni, tehát nem muszáj. Mert akkor ezt bekapcsolom, akkor így is vissza tudom őt tartani. Értelek. Értem a szituációt. A kérdés, tehát ezt is így bekapcsolom, akkor ez itt izé. Amúgy érdemes ide jönni, nem? És akkor azt meg úgy... Jó, és akkor most... Nem kell áram? Vagy hogyan indítottam el? Chat. Elfelejtett. Vagy hogyan indítom el? Egy folyamatosan... Aha. És akkor most az első. Most kezdődik az első. Jó. Egy pillanat. Ez hogy... ezt itt hogy védem meg magam itt ezen a területen? De hogy megyek be? Ott is van áram. Ja, aha! Ja, nem. Itt megy, és hogy kapcsolom be? Én itt nem fogok tudni mozogni, itt csak a catnap mozog, most már rájöttem. De hogy ott hogy jutok ott be? Tehát nekem ez a terület is kéne. Ja! Ja, persze, természetesen. Ah, és akkor így elzárom magamtól az áramot, viszont akkor én ezt már most itt kiszedem. Annyi, oké, és akkor... Ja! Jó, megpróbálom, nem fog sikerülni, de azért chat velem vagy? Természetesen. Szóval, akkor az első cucc kell, és akkor oda kell figyelnem. De addig mi lenne, ha lezárnám itt ezeket a dolgokat? Hát most egyelőre addig itt ide tudok pakolni, nem? És akkor csak ott kell félnem. Basszus! Ne, leestem! Az baj! Hol jön a catnapecske? Aha! Látom! Az baj! Azt most én visszatartottam? Király vagyok, tehát akkor most kell nekem egy cucc. Ne, azt ne, ezt jó, legyen ez akkor. Annyi baj legyen. Fú, most baj, most van baj, most meghalok! Meghalok! Ne! Csináld már! Nice, nagyon hangos! Nagyon hangos! Az a baj. Ja, pöcs van! Honnan? Honnan? Hát néztem direkt az összeset. Jó, meg lesz. De honnan? Honnan kapott el skacok? Ez mi, felülről is jön? Vagy nem tudom. Hát az egyik le volt zárva, a másik kettőnél meg nem láttam semmit. László, köszönöm szépen. Jó, megoldjuk. Jó, most már ráéreztem, csak nem tudom, hogy honnan haltam meg. Szóval no problem. Ó, hát persze, hogy felülről. Hát persze, hogy felülről, hát persze, hogy felülről is volt. Ja, ezt két kézzel kell ráadásul. Jó. Nem is engedi, hogy két kézzel megfogjam. Jó, de akkor nyilván ez volt a probléma. Felülről, persze, hogy felülről is, hát cset, hát ne viccelj már, hát persze, hogy felülről is, cset.
Hát azért mondtam, hogy nem, azért így észrevettem volna, hogyha valamik oldalról azért ott van a kertet, de nem volt ott. Azonban nagyon hangos a game egyébként, semmi gond nem lenne vele. De mindegy, egy horror az legyen hangos, hát én vagyok mindig, aki tudod azt mondja, hogy hát egy horror az ne legyen halk. Figyelj, én egyelőre ezeket így bekapcsolom, mert addig is segítenek, szerintem. Aztán előbb-utóbb úgyis fel kell használnom majd ezeket. És... hát én akkor... jó. Nem lesz ez olyan bonyolult már, amikor úgy rájön az ember, csak még így elsőre, szóval fent is kell vigyáznom, jól van, amikor gondolom kinyitotta, aztán nekem ott vissza kell majd csukni. Jó, igazából no para. Na, kezdjük, vagy mi van már? Hát most mi van? Ezt akár ki is húzhatnám, de vissza, egy idő után visszacsukódik, igaz? Ja, de viszont... ja, visszacsukódik. Jó van, bro, hát csináljuk már! Vagy most mi van? Nem értem. Most az a probléma, hogy így beraktam ide, vagy mi? Most hogyan indítom el ezt a retkes... az előbb már elindult. Nem így kell elindítani? Már megint hülye vagyok? Mint mindig? Jó van, most már rá kell jönnöm erre is. Kitartás tovább, konkrétan is. Ahogy ez simán, hát amúgy tetszik nekem ez, hogy így... innen is ki lehet ezt rántani? Hát azt nem kellett volna. Na most indult el, tehát most fel kellett volna készülnöm, vagy adott egy ilyen felkészülési időt? Jó, hát ezeket én visszarakom ide, no para. Ketnepet látok egyébként, szóval akkor az egyre jó, tehát onnan jöhet, onnan meg onnan, és akkor későbbiebben ez nehezedni fog majd, amikor ki kell szednem minden ugye a dolgokat, de jó van, akkor kezdjük, én azt mondom. Én már jövök is ide, egy pillanatra. Az a baj, hogy elsőre ugye nem tudod megmondani, hogy honnan jön, tehát lehet, hogy inkább lent kellene maradnom mindenféleképpen, és figyelni fent, meg először is ezeket itt. Ezt a három helyet kell figyelnem. Még oldalról fog jönni. Jó, látom, igen, erről már jön is. Jó. Akkor ezt így. Ide. Ugye? Azt nem mondta, hogy későn csináltam. Jó. Zsír, fent. Nem jó. Kapcsolt. Oké, nice. Visszatartott. Még egy jön. Még egy jön innen. Nem hiszem el. Ez nekem túl nehéz, bro. Kell még egy. Tökéletes. És most nehezedik a Gameszkó. Szóval most már több helyről is jöhet. Aha. Légy szíves! Fel. Oké. Oldalt. Fent! Gyerünk! No! Mondom! Nice! No! Kell még egy! Fú, most már nagyon gáz a helyzet, skacok. Ne! Légy szíves! És az utolsó az hol lesz? Az maga az áram? Oh, please! Ne! Gyerünk már! 47! Nem, az áram az kell! Nem kell!
oldjam meg áram nélkül! Basszus, hát hogy oldjam meg az áram nélkül? Áram nélkül hogy oldjam meg? A sötétséget kapcsolj... Vagy mi? Nem, már majdnem megvolt, bro. Hallod? Tehát, hogyha a másikat kapcsolom le, akkor a világítás... Attól még marad áram? Nem már! Nem már, cseh! De most... Ne! De hogyha ezt kapcsolom le... Attól még van áram. Vagy nincs? Oh god! Értem, szóval ez az utolsó, amit ki kell kapcsolni. De akár ezzel is kezdhetem. Nem ezt kellett volna kiszedni. Jó, meg lesz. Azt hittem, hogy ez adja az egésznek az áram ellátását, és azért nem mertem azt kiszedni. De amúgy nem voltam rossz. Tehát, hogy azt kell mondanom, hogy szerintem elképesztő voltam. Én azt mondom, tehát, hogy most már értem, hogy mit szeretett volna a játék. No para. Jó, hát ezt most nem tudom helyre tenni. Így. Tehát amikor onnan jön, akkor gyorsan így ki kell nyitni, áramot kell adni, és akkor ezt így ide. Hogyha arról jön meg, akkor oda. Áj, hogyha nem rontom el, akkor már rég túl lettünk volna rajta. Egyébként adom ezt a boss fightot, tehát nekem ez amúgy így szimpatikus így elsőre. Tetszik ez a kicsit bonyolultá tesszük a dolgokat stílus. Tehát akkor most három helyről tud jönni, ugye? Arról, meg erről, de valószínűleg erről fog jönni, mert ez bonyolultabb. Gondolom én. Most egy catnap van, vagy csak egyet lát, vagy többet látok? Nem, ez erről jön, tesó. Az baj. Is ki. Áram. Gyere. Elég ilyenkor ennyi? Jó, elment. Jó. Oké. Most kell figyelni. Most figyel. Jó. Szerintem többen vannak, vagy csak többet látok. Lehet, hogy már annyi gázt szívtam be, hogy ezt innen, én ezt sokallom, tudod? Jó, jössz valahol? Tess! Gyere! Gyere, erről is jöhetsz. Aha, baj van! Gyorsan! Megoldva? Nem jó! Bocsi, nem kérünk semmit, kösz! Köszi! Nem? I don't want to! I don't want to! Te-te-te-te-te-te! I don't want to! Te-te-te-te-te! Ne hash-hash! Hash-hash! Nem kérek semmit, köszi! Szeretne szüti 1500 év? Nem, kösz! Oh god! Here comes the madness! Itt lesznek a problémák! Ez nagyon beteg ez az utcsó izészt. Oh my god! Léci! Megoldva? Aha. Jó, 70 másodperc. Felülről jön, azt szeretem, amikor egyszerre csak egy helyről tud jönni, azt vettem észre. Azért annyira nem akartak kicseszni a játékosokkal. Na? Megint! Oké. És mindjárt az utcsó jön. 40 másodpercnél jön az utcsó. Most már rájöttem. Az a baj, most meg már sötét van. Megoldjuk. Oh shit. Megoldjuk. No para. Gyerünk catnap. Felülről gyere. Catnap felülről gyere. Mindenkinek sokkal jobb kedve lesz. Ne! Ott jön egy! Meghaltam. Basszus, nem vettem észre. Ó, a francba, chat. Oh my god, nem vettem észre. Basszus, hát milyen ninja catnap volt ez, hogy nem vettem észre időben. Már csak az árnyékát láttam. Fú, nagyon oda kell figyelni. Meg fogom csinálni. Ez nehezebb, mint gondoltam egyébként. Viccen kívül.
Ez nem egyszerű. Nem egyszerű a feladat. Nem egyszerű a feladat. Mondjuk mi lenne, hogyha igazából... Hogyha nem... Hát igazából azzal csak jobb az elején, nem? Hogyha már itt így be... Hát igen, azokat meg nem tudom lezárni. Szóval jól csinálom, csak igen, ez a sötétség. Sokkal gyorsabbnak kell lennünk. Sokkal, de sokkal gyorsabbnak kell lennünk. Én azt a sötétséget hagyom utoljára. Hogy nem vettem észre időbe, Chat? Tehát hogy nem vettem észre? Ilyen gyorsan közlekedik, szerintem az utolsó pár másodpercben direkt gyorsan csinálják. Hát már itt volt konkrétan, szerintem én nem is láttam, hát az előbb zavartam el. Úgyhogy jó, ez eléggé kihívásos rész így elsőre. Ugye a játékban nincsen nehézségi fokozat, azt ugye elfelejtettem nektek mondani. Tehát, hogy így konkrétan játszol és kész. Jó, mindegy. Azt nem tudom, hogy hogyan indítom el ezt a játékot. Igazából itt készen állok. Vagy magától indul el egy idő után, vagy én nem tudom, hogy valahogy elindítom mindig, csak nem jövök rá, hogy hogyan. De amúgy meg lesz ez, csak... Ah my god! Az utolsó pár másodperc amúgy már így nagyon hirtelen jött amúgy. Na, kezembe fogtam, az se jó. Na most tényleg hogy indítom el a gémet? Hát ne haragudjál már! Pro? Jó, meg egy... Hogyan indítottam el eddig a gémet? Mert ez a sötétség egyébként... Én nem tudom, hogy nem vettem észre ebbe a sötét területbe. Te nézd, mert teljesen látható, ha jön valaki. De nyilván amúgy nehezítettek rajta, csak így az árnyéka jelenjen meg, vagy én nem tudom. Bro, én kezdeném amúgy. Nem tudom, hogy vagy vele. De most tényleg, hát rányomom, hogy áram. Bro. Most... Chat, ilyenkor most mi van? Tehát, hogy... Please! Nem értem. Chat, hagyjatok már, miért nem indul el? Ez a rész jóval hosszabb, mint a többi, és a nézem, meddig tart. Mindjárt itt a szülinapom. Már boldog születésnapot kívánok előre is neked. De miért nem indul? Most mi az, hogy mit rontottam el? Tényleg hülye vagyok. Hát nem... Mi a pöcs? Be kell tenned összes elemet a helyére és elindul. Értem, jó. Akkor beteszem az összes elemet a helyére. De nem világít, hogy tegyem be. Tehát én nagyon szívesen betenném. De ez lenne az első, hogy elinduljon, nem? Tehát minden a helyén van. Ahova tudok tenni, ott van. Nem értem. Most ez lenne az első, hát eddig is így csináltam. Tehát, hogy eddig is így csináltam. De nem tudom betenni az utolsó tesót. Tehát, hogy itt van az utolsó, nézd. Tehát, hogy... Tehát minden a helyén van, egynek meg ugye maradnia kell, mert azzal indítom először. Tehát az összes itt van, de ezt is kiszedem, tessék. És gondolom ezzel kellene áramot adnom. Látod, kap áramot, oda. Nem ezzel kéne egy elindítani, hogy áramot adok neki, és akkor kéri az elsőt. Én nem értem. Elnézést. Hát én vagyok a hülye, de ez nem úgy néz ki, mint ami el akar indulni. És marad az utolsó, amivel el kéne kezdenem. Bro, please? Nem értem. Jó, hát én ezt újra loadingolom. Én nem tudom, lehet, hogy én vagyok a hülye, de erre én nagyon retek kíváncsi vagyok. Jó, itt vagyok. Oké. Okay. Jó, a tévé. És van még egy. Van még egy, és akkor egynek mindenképpen maradnia kell, mert az az első. Léci, köszi. És akkor ezt még ide berakom.
mit rontok el? Áram! Te ezt érted? Most én ezt... Hallod? Most tényleg úgy tűnik, hogy én vagyok a hülye, de... Jó, mindegyiket megáramozom, jó? Mindegyiket megmutat... Ne, tessék! Jaj, de ezt meg kellett csinálnom ahhoz, hogy... Szóval mindegyiket meg kell így... És ez most miért nem megy a izé, cuccom? Istenem, ez a game amúgy egy kicsit el van törve. Nem tudom, hogy vagytok vele. Kicsit olyan eltörve érzem a játékot. Na jó, most megpróbálok jobban odafigyelni erre a ketnepes dologra. Aha. Most ne... Hát ez gatya lesz így. Túlmentem. Jó, hát ez ennyi volt. Nem? Jó. Kedves volt hozzám a game. Nem jó. Jó, hát most eléggé aktívnak ígérkezik emberünk. Jó. Jó. De már jön a másik oldal, de ezek többen vannak. Most... Egy picit megnyugodnál? Hat felé nem tudok amúgy nézni, akármennyire szeretnék, tesó, köszi. Tessék megnyugodni. Ketnep, minden rendben lesz, meglátod. Jó, persze, értem én. Az, amit próbáltam hamarabb lerántani, de nem, az úgy nem. Nem bírom betenni. Most már nehéz. De majd amikor sötét lesz, tesó. Ne! Kette, please! Egy genyó vagy. Mindjárt sötét lesz. De nem bírom, mert... Gyerünk, Pety! Még 20 kurva másodperc! Megint! Come on! Felülről, kérlek! Sokkal jobb lesz mind a kettőnknek! Na mi van, lejárt! Most szórakozom, megdöglöttem? Ha megdöglöttem, kirécselek! Mi? Mi van? Mi a...
Nem akarok csúnyán beszélni, pedig fogok. Csúnyán fogok beszélni. Nem érdekel, nem érdekel. Csúnyán fogok beszélni. Gyerekek, ez mégis mi a ret... Ez mi? Ez mi? Nekem lőnöm kellett volna a végén? Voltak olyan parasztok a készítők, érted, Chad? Hogy a végén neked még nyomnod kell egy gombot. Ekkora parasztot, Getz! Ekkora parasztokat! Ezek paraszt... Ez egy paraszt dolog! Ez egy köcsög paraszt dolog! Ez nem tudok mit mondani, ez egy paraszt dolog! Az emberek 99, nem tudom hány százaléka biztos vagyok benne, hogy ott abban a pillanatban ugyanúgy azt fogja hinni, hogy vége van a játéknak. Mint ahogy most én. Én ebben biztos vagyok, Chad, hogy ebben a szituációban 10 per 9 ember ezt úgy be fogja nyalni, mint annak a rendjelőségek, és ők ezt tudták is. Ők tudták is, hogy ez fog történni. Ők tudták, hogy sok ember megfogja ezt, hogy ezt sok ember meg fogja szívni. Ezt ők tudták. Ők ezt tudták, sejtették. A troll, ez troll. Ez egy troll megmozdulás volt, konkrétan. Ez nagyon troll. De jó van. Semmi baj. Akkor legyen így. Pro vagyok, én akárszor megcsinálom. Pedig annyira jó voltam. Elképzelni nem tudod. Tehát, hogy szerintem ennél professzionálisabb nem voltam az előző körben. Let's go! Gyorsabban! Jó, legalább egy életre megtanuljátok, ha játszatok a Poppy Playtime Chapter 3-mal, hogy a végén lőni kell! Na? Misu? Gyerünk már! Ah, persze! Párhuzamos univerzumban talán... Rohadj meg! Jó, én levettem a... Te hülye vagyok, ott... Rossz izétet vettem ki! De miért nem... De miért az izét vettem ki az áramot? Ez hülye! Ezt én rontottam el! Miért a izét vettem ki? Oh man! Kezd fájni a fejem! Kezd nagyon fájni a fejem! Tényleg, gyerekek, ez jó, ez az én hülyeségem volt, de akkor is. Tehát, kezd nagyon fájni, kezd. Nagyon kezd fájni ez a game már. Ez a rész, ez ne haragudj, de ez... Ha, és az, hogy egy hogy nem lőttem, érted? Hogy nem lőttem, tesó, hogy nem lőttem. Hogy nem, hogy én nem lőttem. Ez az egyetlen, érted? Ez, hogy én nem lőttem. Na jó van. De hát nem adjuk fel, mert királyok vagyunk. Mindig is azok leszünk. Mi vagyunk a királyságos. Én nem tudom, hogy most mi van.
Ja, nincs a helyre rakva. Hát persze, helyre kell rakni mindent. Jó, persze. Megvolt a tutoriál, köszönöm, most már nyomhatom? Na, ezt most érontottam el, de ne aggódjatok! Büdös életbe! Nem szeretem! Ez egy beteg! Aha, látom, hogy jössz! Jó volt? Aha. De nekem még lőni kell. Nekem lőni kell a végén, értsd meg! Megint? Nincs megállás. Nincs megállás. Catnap módra. Oké. Okay. Ez amúgy nem könnyű egyébként. Nem akarok veletek szórakozni, skacok, de ez nem könnyű. Láttam. Láttam a spawnt. Az igen. Jó, most nehogy a... Most nem rossz helyről szedem ki, eskü. Egyszerre kettő helyre! Cset, ez mi volt? Azt láttad, hogy egyszerre két helyre rölt rám a ke? Azt láttad? Cset, ez mi a tököm ez a játék? Ne! Az előbb egyszerre két helyre jött. És az egyik eltűnt, és azt hittem, hogy gatya. De nem volt gatya. És most lesz a gatya. Gatya lesz. Nem, mert Pety megoldja. Lőjél a végén, Peti. Ha nem lősz, Peti. Hallod? Esküszöm, ha nem lövök chat, én fogok fizetni mindenkinek 1000 forintot a chaten. Nem tudom, hányan nézzük még ezt a live-ot, de ha bárki még egy ezeren vagy 500-an nézik a live-ot, engem most mindenkinek fizetek 1000-est. Nem érdekel. Gyerünk. Gyere rám, gyere már. Jó, lövök. Én lőttem, és megvan a pénzem. Lövök, szarrá lövöm. Lövöm, nyomom. Dögölj meg. Úgy egyszerűen, úgy nagyon helyes. Igen, úgy égje porra, izé, szalonnasütés, catnappel. És ott van a Terminátor. Ott van a Terminátor kezű prototype. És nyújtja a kezét felé, hogy gyere. Majd én megmentelek. Aztán beíd neki, hogy kap be. Most mi a tökön van? Fatality. Prototype win. Flawless victory. Hát ezt megérte. Szia Krisztina, köszönöm szépen a 3 hónapot, és köszönöm szépen az 1 hónapot 2021 farkaslánynak. Húzok innen. Hova kell mennem? Hova menjek? Nem merek megmozdulni. Most hova kell mennem ide? Meg fogok halni. Fú, nagyon félek. Most hova kell mennem? Jó. Nem érdekel. Itt van egy lejátszó amúgy. És nincs meg nekem a szalagom. Hol a szalag? Hol a kazetta szerintetek itt? Érted? Én még kazettát nézek. Kazetta után kutatok, miután nagy nehezen megcsináltam ezt a szart.
Én még kazettát akarok szedni. Nem hiszem el. Itt nincs kazetta? A fekete kazetta mindig az utolsó amúgy. De most valamitől meghalok, akkor nagyon beteg. Tehát akkor ide, akkor kirécseltem, tehát nem érdekel. És ha nekem újra meg kell... És ha ide beszálltam volna magam, akkor mi lett volna? Úgyis meghaltam volna. De nehogy már a fekete kazettát én most ne tudjam izé... Erre? Ha most szar irányba jöttem, chat. Vagy most vissza kell jönnöm, nem? Mondd azt, hogy nem csesztem el, hogy rossz helyre jöttem. Chat, ha én most eltöröm a Gameskót. Jó, nem. Aha, akkor itt, jó, oké, akkor itt igazából az történt, aminek történnie kellett, hogy elejtettem a cuccot, nem tudtam betenni a helyre, mert Mr. Catnap érkezett. Tedd már be! Mi? Bro, tedd már be! Yes! Osz most? Aha, történik valami. Átrakjuk abból oda. Ezt akartuk elérni. Yeah, és? És ez nekünk most miért jó, hogy nem a... Hogy abból a tartályból átraktuk ide? Vagy egyikbe se? Hello? Minden rendben? Good, you're here. Hol vagy? And you've done it again. The impossible. Hol vagy? Just like I knew you would. Jó, kösz szépen, de... The red smoke is diverted. Everything is falling into place, thanks to you. But if we're to keep going, then you deserve to have the truth. Na, szia. Az a menés. Pizza? Because of your coworkers. You want to know what happened and why. Ja, nem az egy kazetta ember. Pizza. This is your answer. Na, mondd meg, hogy mi történt. The hour of joy. The hour of joy. Hát azt láttam egy csomó helyen felírva a falon meg ilyen. És hol játszod le? Igen, itt vagynak a popi gyárban, izé, minden. Azt a rohadt! A Haji Vaji megtámadta full random az embereket. Így történt először a dolog. Úristen, mi lesz? Akkor az embereknek a vére itt mindenhol. Game Station. Jézusom! Azt a rohadt! Ott a boxibó is. Catnap. Azt a rohadt, mennyi ember hulla van ott. Gyerekbarát! Péter, a kislányomnak, kisfiamnak a Poppy Playtime a kedvenc sorozata, azt szeretjük nézni, együtt nézzük. Nagyon szereti a Poppy Playtime-ot a kisfiam, de azért jó lenne, ha egy picit nem beszélni egy csúnyán, mert hát azt azért nem egy nagyon szeretjük itthon, de a Poppy Playtime az zsír. Az egy jó game. Oké. Okay. Értem. I remember hearing every moment of it. It went on so long. So agonizingly long. Try to hide, to run, anything to stay alive. Találtam egy ilyen izőt. What's going on? Jó, mindjárt jön a pillanat.
Azt ott hagyom az end. Hogy kerültem megint ide? Ezt felszedtem még egyszer. Hogy csináltam? Itt van! Itt van ő maga! As we reach the bottom, we'll send the lift back up. Just hold tight, okay? After you. All right. Megsimogatom. The ground. We need to be cautious. There's something. Bassza meg! Bocsánat! Ez a Haji volt, baszki! A Haji megölte a Kissit? Oh my Jesus, Lord Jesus, Heaven, Jersey-ke! Az, megismerem a Haji Vaji hangját, és neki ment a nőjének, vagy a, nem biztos, hogy a nője, de akkor is, man! My God! Vissza fog térni Haji Vaji. Ő lesz a Big Boss. Ő lesz a Big Boss chat. Big Boss Haji Vaji lesz. Figyelj, tudod miért szedtem ezt a mikrofont? Nem hallotok, de hogyha megint hozzáérek, akkor már hallotok. De hogyha hozzáérek így... Ahogy vissza fog térni, hogy my God! My God! Kissimissi egy állat. Összességében azt kell, hogy mondjam nektek, drága egyetlen chat, hogy ez a chapter 3 történetileg, így hogy most már több mindent tudunk végre, hogy igazából miről szól ez a játék, Benedi csak úgy kapálóztunk, meg tapogatóztunk, de azt kell, hogy mondjam, hogy a történet az nagyon tetszik nekem. A Chapter 3 valóban hosszabb volt esetlegesen, mondhatjuk ezt, de nem, tehát, hogy legyünk őszinték, most magamból fogok kiindulni, Chad. Befagyott a csetem, ott a izé, ne foglalkozzatok vele. Szóval magamból indulok ki egy olyan játékos, mint én, akinek nehéz a felfogása, hogy így hirtelen egyből mit kell csinálni. Ez így első first time. Tehát még egyszer kijátszanám a Disney-t, nyilván most már gyorsabban menne, meg most már fel lennék készülve a dolgokra. Megjegyeztem, hogy hogyan kell megcsinálni dolgokat például. De így first time játszol vele, és ugye elakadsz nagyon sok helyen, ugye ez a sok puzzle, ez valóban meghosszabbítja a játéknak úgymond a gameplay idejét, de javarészt én szerintem most már nem egy ilyen 3-4-5 óra alatt játszanám ki a chaptert, hanem így két óra alatt simán. Szóval hosszabbnak hosszabb, én ezt aláírom. Több benne a munka, ugye az új karakterek. Tényleg tetszenek Katniss, iszonyatosan jó karakter, tényleg para. De úgy látszik, hogy ő ennyi volt. Az, hogy Haji vissza fog térni, mert nagy összességgel vissza fog térni, annak én nagyon örülök, mert szeretem azt a karaktert, hallottam, hogy ő volt, felismerem a hangját, de ki tudja, hogy még mi lesz. Összességében láttam a munkát a játékba, és én csak azt sem tudom, hogy sokat kell erre várni. Nagyon sokan azt mondják, hogy egyébként csalódtak abban, hogy igazából nem hosszú a Chapter 3, nem annyira hosszabb nyilván, de annyira nem hosszú, hogyha azt nézzük, hogy tele van ilyen puzzle-ös részekkel.
tehát ezzel van úgymond kihúzva a gameplay, hogy puzzle-ölszél meg izé. Tehát azért az feltart, amíg úgy rájössz, tudod, hogy hogyan kapcsolod össze ezt, meg ez a végén, ez a ketnepes dolog is, azért egy párszor neki kellett szaladnom, meg ez a végén, hogy lőni kell egyet, és hát, de még egyszer mondom, szerintem 10-ből 9 ember ott nem fog lőni, tehát ott mindenki meg fog gatyázni, és ugyanúgy szidni fogja a játékot, mint én. Összességében tetszett, szeretem ezt a játékot, szerettem, és mert szeretni is fogom. Nyilván lesz Chapter 4, mert nem lett vége a történetnek. Szerintem 20-25-ben talán valamikor majd játszunk újra Poppy Playtime-mal. Ha addig még életben leszek, vagy valami, sose lehet tudni, hogy mi fog történni. De hogy... Nem tudom, írjátok meg ti a véleményeteket róla. Jó, tehát hogy őszintén. Őszintén írjátok meg. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy engem választottatok esetleg annak a... Enyém a megtiszteltetés chat, hogy nálam nézted végig ezt a végigjátszást. Ez nem jelenti azt, hogy a többi videósnál ne nézzétek meg ezt a tartalmat, mert nem létezik ugyanolyan végigjátszás, ezt már mondtam nektek, hogy nincs olyan, hogy ugyanolyan végigjátszás, mert minden videósnak más az előadás módja, minden videós máshogy reagál a dolgokra. Úgyhogy, hogyha valaki más is láttok, hogy Poppy Playtime-mal játszik, és szeretitek az ő tartalmát, csak azért ne hagyjátok ki, mert mondjuk nálam már láttátok. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek. Az, hogy ilyen hackes videót tudok-e csinálni a játékról, azt nem tudom. Tudom, hogy szeretitek, amikor így meghackeljük a Poppy Playtime-ot. Lehet. Nem biztos, de lehet, mert úgy érdekes szituációkat lehet ott abból kihozni, meg vicces is tud lenni. Köszönöm szépen a figyelmet. Holnap ismételten jövök egy élőadással. Már van egy játék, amit ki szeretnék próbálni. Valószínűleg japán horror lesz, azt úgyis szeretitek, úgyhogy lehet, hogy holnap is találkozunk 18:00 órakor, vagy 17-kor, még nem tudom. Ha nem ismerted eddig a Poppy Playtime-ot, nézd meg az első chaptert, a másodikat, mindent megtalálod a csatornámon. És hát legyen szép napotok, én elköszönök akkor tőletek, és hát természetesen visszanézhető lesz a live. Sziasztok, skacok! Vigyázzatok magatokra, és jó éjszakát! És ne feledjétek, hogy... semmi. Cső.